Magna Cum Laude egyik dala sem hiányzott az Erkel Gimnázium kórusának előadásából. Legyetek vígak és básonyba járunk. Kezetekben egy nagy aranyéram, és hódítsátok meg az egész világot. Kosztolányi Dezső ismert soraival üzentek a végzősöknek, akikre sok feladat és talán eddigi életük legnagyobb kihívásai várnak a következő hónapokban. Szombaton a művelődési házban a végzős 4 osztály 119 diákjára tűzték fel a szalagot, sokak számára örökre feledhetetlen pillanatokat szerezve. Az iskola egy legnagyobb ünnepe ugye a szalagavató, a következő majd a ballagás lesz májusban, és igazából 3,5 után egyfajta fél végállomás a diákoknak, hiszen innentől kezdve látják az egyenes végén az alagútban a fényt, 3 hónap van az érettségig, és tulajdonképpen valamilyen módon felnőtté válnak ezen a napon hivatalosan, ezzel a bizonyos szallagos megjelöléssel, és ezt már megkülönböztetik őket egyértelműen a többi diáktól az iskolában. Látszik is rajtuk, hogy büszkén szokták hordani. Az erkeles diákok az elmúlt évek hagyományainak megfelelően többféle irányban tanulnak tovább, ugyanakkor a korszerű labor miatt egyre többen szeretnének vegyészek vagy orvosok lenni.